Több tucat mentő, tűzoltó és rendőr dolgozott azon, hogy mi hamarabb kimentsék a tömeges baleset sérültjeit. Az M7-es autópályán 30 autó, 8 kis teherautó és 9 nyerges vontató ütközött össze. Ide csoportosítottuk most az erőinket, tekintettel arra, hogy nagyon-nagyon sok a balesetben megsérülteknek a száma, és nagyon fontos az, hogy minél előbb kimenekítsük őket innen a baleset helyszínéről, és hogy minél előbb meleg helyre szállítsuk őket. A sérültek elszállításában a rendőrség és a katasztrófa védelem járművei is részt vettek. A tűzoltóknak több mint 10 embert kellett kivágniuk a roncsok közül. Több mint egy órával az M7-es autópályán bekövetkezett baleset után még mindig volt olyan jármű, amihez a tűzoltók nem fértek hozzá. Ezekben a percekben zajlik az egyik műszaki mentés, és ennek keretében vágják ki az egyik sérültet. Ezután tudják a mentőt őt kórházba szállítani. A katasztrófa védelem hivatásosai órákon át dolgoztak a kár elhárításon. A helyszínen a katasztrófa védelem tűzoltó egységei több mint 10 beszorult sérültet szabadítottak ki a roncsok közül. Ez nagyon összehangolt munkát igényelt mind a tűzoltók, mind a mentőszolgálat részéről, hiszen volt olyan helyszín is, ahol 3 személygépkocsi volt egymáson, és az alsó személygépkocsikból is a beszorult sérülteket kellett kiszabadítani. Bárkányi László a balesetet szenvedett autósok után közlekedett, hogy mi történt nem látta, de a kamionsofőr azt mondja, soha nem tapasztalt ehhez hasonlót. Jöttek ugye a rendőrök, jöttek a mentők, jöttek a tűzoltók a feszítő gépekkel, amivel az embereket vágják ki, meg ugye jöttek a sérültek, aki lábon elbírt abból az irányból jönni, bekötött fejjel, bekötött kézzel, lábbal sántítva, jöttek itt a mentőzol, itt ellátták őket. A helyszínen 22 mentőegység, valamint a tömeges baleseti egység mintegy 61 ruhással látta el a sebesülteket. A balesetben egy ember meghalt, 16-an súlyosan, 21-en könnyebben sérültek meg. A sérültek többségét a Székesfehérvári kórházban ápolják, senki sincs életveszélyben. Többnyire mellkasi sérüléseket szenvedtek az emberek ebben a balesetben. Aki az intenzív osztályon van, ő is egy mellkasi sérülést, egy sorozatbordatörést szenvedett el. Jelenleg az ő állapota is stabil, magánál van, úgyhogy tulajdonképpen nincs vele különösebb baj. Két gerincsérülés történt, ez is könnyű. A gerincsérülések között egy könnyű, talán műtétet nem igénylő sérülésekről beszélünk, illetve az egy műtét az egy végtagi sérülés miatt történt. A baleset egyik résztvevője estére érkezett meg a székesfehérvári ideiglenes melegedőbe. Az éjszakát a Sziget utcai iskolában töltötte. Fiam leszorult, azt úgy vágták ki a kocsiból, utána két kamion, de csak a lábának lett valami baj, begipszerték, hál' Istennek, és akkor a kamion, ahogy nem szálltunk így, két kamion, jobbról, balról, teljesen beékelt. A hóáthúvásban megyeszerte több baleset is történt csütörtökön. Az egyenruhásokat a 8-as, a 64-es, a 81-es, a 63-as, valamint a 7-es és a 82-es főútra is riasztották.